Úgynevezett vákuum elosztó cső készül ennél a munkapadnál. Ez egy olyan gép alkatrésze, amely gumiabroncsokat gyárt majd. A géplakatos hiány szakma ma Magyarországon. Ennél a nyíregyházi családi vállalkozásnál 35 főt alkalmaznak, a legfiatalabb dolgozó 40 éves. Ez is azt mutatja, hogy az utánpótlás szinte lehetetlen. Mi évek óta érezzük ennek a hiányát, hiszen mi javarészt gépész tevékenységet végzünk, géplakatos szakembereink vannak, és a pótolni kellene igazából, illetve erősíteni kellene a kollégáink létszámát, és nehézségekbe ütközünk, mert egyáltalán nem találunk géplakatos szakmai végzettséggel szakembereket. A cég ezért is vesz részt a duális képzésben. Másfél éve tanítanak gyakornokokat. A mesterek abban a reményben foglalkoznak a fiatalokkal, hogy itt helyezkednek majd el. Az a legfontosabb feladatunk, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, akár vállalkozási szempontból, akár pedig életminőség szempontjából, hogy a szakemberek, a humán erőforrás az itt tudjon maradni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és itt tudjon hozzátenni ahhoz, hogy a megye felemelkedése a lehető leggyorsabb ütemben folytatódjon. Ehhez kell nekünk is felhasználni az Európai Uniós forrásokat, a lehetőséget, és természetesen minden egyéb olyan fejlesztési lehetőséget, amely ebben az időszakban előttünk áll. A nyíregyházi cég azért, hogy felmérje, kik a szakmában a legnagyobb gyakorlati tudással rendelkező tanulók, versenyt hirdet. A megye legkreatívabb ipari gépészét, géplakatosát keresik. A megmérettetés április 14-én lesz, eddig 12 fő jelezte részvételi szándékát. Nyíregyházáról, Nyírbátorból és Kisvárdáról is vannak érdeklődők. A diákok a cég műhelyében készíthetik majd el saját ötletük alapján munkadarabjaikat. Jelentkezni április 13-áig lehet.